2010. december 1-én szokásom szerint minden szerdán este 7 órától az Apáczai Liceumban ilyen szerzéseket tartottunk, és ez évben ugye egybeesett a román nemzeti ünneppel, és várakozásunk alatt igazoltattak egy autó, a rendőrautó megállt mellettünk, mivel hogy a céltábláinkat egy mocskós esős idő következtében ugye egy húzatba kellett szállítani, és ez... ne állzanak el. Ez történetesen ez egy három színből színes kombináció volt, a piros, fehér, zöld. Az alapja az is volt, hogy mit keres a magyar zászló az autón. És akkor, amiután tisztáztuk a rendőrökkel, hogy tehát igazoltattak, ugye el is tisztáztuk, hogy a román, vagyis a, hogy a zászlónak bizonyos tulajdonságai vannak, akkor aztán egy időre elfelejtették a dolgot, mert hívták, vagy valakikkel beszélgettek a rádiójukon. És jöttek a rohamrendőrök? Ezek a gyors bevetésű csapat? Hát az majd a végén jött. Aha. De addig elkezdtek szállítozni egy-két-három rendőr, civil vagy egyenruhában, és a gyerekek már olyan pillanatban már 20 fölött voltak velük. És akkor egy olyan fél órára jött egy adag rohamrendőr is, akinek elvileg azt mondták ők, hogy arra volt szükség, hogy ők elszállítsák azt a húzatot a céltáblákkal, de viszont ugye ami történt, az nem arra van, hogy csak ezért jöttek, hanem azért is, hogy én ezt vettem ki, hogy lögdössenek, meg agresszíveskedjenek, és rám ügyeljenek, tulajdonképpen ez volt. Mert ez történt ott is, és ez történt benne a rendőrségen is, a maszkosok részéről. Azt sejtették valószínűleg, hogy a Magyar Gárda tagja vagy, és egy mellékutcán készülsz valamilyen akcióra, ezt mondták? Nem mondtak ilyesmit, hanem kezdtek érlelni, hogy tulajdonképpen nem hasonlítok a személyében szereplőképpel, mert épp bajszom volt, de azt is letisztáztuk, amikor megmutattam a jogosítványomat, hogyha tegyük fel, tisztázatlan maradt volna az ügy, akkor nem adták volna vissza az irataimat. Bekísértek a rendőrségre, és megbírságoltak? Mi történt ezután? Hát sajnos nem, mert ami a sok, mondjam, hogy ez a szó, sok szemétkedés után, ami ott történt, ebben a teremben, ahol először bevezettek, és Kína folyosón is, ahova majd később kivezettek, és ahol ezek a maszkosok ügyeltek rám. Az egész mindenség után szerencsémre, hogy egy srácot tudtam bevinni magammal az ijászaim közül, akivel később ugye szerencsém volt, a törvényszéken már tudott tanúskodni. Kértem, hogy egy jegyzőkönyvet írjunk, amit nagy nehezen meg is írtak, mert ők első fázisban azt mondták nekem egy olyan 3 óra után, hogy hazamehetek. És akkor kérdeztem, hogy jól van, uraim, de mire felmehetek haza? Bejöttem ide, akkor valamit csináltam. Mit szerepelt a jegyzőkönyvben? A jegyzőkönyvben minden szerepelt, minden, ami történt, de nem felejtették el hozzátenni azt is, hogy a rendőrség épületében emberi körülmények között voltunk ellátva, és semmiféle agresszió vagy bántalom, sérelem nem ért minket, úgy fizikai is bántalom, vagy verbális hozzánk fűzött szóbeli bántalom. És mégis mi volt az, amivel ott konkrétan vádoltak? Csendháborítás, rendbontás. Fogalmunk volt, mert tulajdonképpen nem került semmi jegyzőkönyvbe, hogy én miért is voltam bekísérve a jegyzőkönyv, csak leírta, hogy mi történt. És akkor ennek alapján fordult el a bírósághoz? Ennek alapján, amikor már kijöttem, én mondtam nekik is, hogy úgy, én
próbálnak, ugye a maszkosok elég agresszívek voltak, és mondtam nekik, hogy úgy próbáljanak hozzáállni a dolgokhoz, hogy holnap törvényszék, szóval ma itt vagyok, de holnap... És ez meg is történt. Mennyit tartott a per, és ki vállalta fel ezt az ügyet? Most ha időre gondolunk, hogy a per egy év után két hét alatt elrendezett. Szóval egy évet vártunk, hogy sor kerül az első tárgyalás egy év után? Hát fél év után, vagy 80 nap után egy olyan történt, hogy nem tudták eldönteni, hogy ki kell ítéljen az ügyben. Hát aztán gondolom, azt hamar eldöntötték, és akkor most két hete volt az első kihallgatás, most hétfőn a második, kedden ítélet. És az ítéletben mi szerepel? Hát az ítélet egyszerű, hogy leírja, hogy mi történt ott. Igazán volt, én igényeltem, ugye mert nem lehet csak úgy valakit erkölcsi okok miatt beperelni, és igényeltünk ugye egy pénzösszeget. De azt annyira tiszta volt az ügy, annyira határozott volt az ítélet, hogy abból egy banit sem vettek le. Uh-huh. Tehát akkor azt mondták, hogy igazad van, de konkrétan te mi ellen fellebbe? Tehát miért én a visszaélések, és ezt nem feltétlenül úgy kell érteni, hogy etnikai alapon történő visszaélések, vagy azért, hogy én magyar voltam, hanem ilyen dolgok naponta vagy hetente megtörténnek más és más emberekkel, legyen az magyar, cigány, román, nem számít. Ilyenek történnek. Rendőrségi túlkapás. Így van. Az emberek félnek. Az emberek félnek, vagy nincsenek tisztánval, hogy jogaik vannak. És ha jogaik vannak, akkor és ilyesmi történik, még ha tudják is, akkor is félnek, inkább azt mondják, ha de jó, hogy megtörtént, jó, hogy nincs semmi bajom, és megyünk tovább. Hát ez végül is erre a célra gondoltam, hogy ezt muszáj megtennem. Mert nagyjából semmiképpen teljes mértékben nagyjából ismerem a jogaimat, és ott egy maximális visszaélések történtek. 5000 lejt kértünk, azt meg is adták, szóval egy banit nem vettek le belőle.